Jó estét kívánok innen Cavillóról, ahol hamarosan 9 óra körül kezdődik a Tanya Színház idei előadásának bemutatója. Egy klasszikust, Ödön von Horváth, Kazimír és Karolina című előadás darabját állította idén színre a társulat, és amint tőlük megszokhattuk, sok humorra, zenére és táncra számíthat a közönség. A turné már tegnap elkezdődött, Csantavéren tartották meg az előadás főpróbáját, a mai premier után pedig 18 repríz következik. Az előadást Lénárd Róbert rendezte, a színpadon pedig az Újvidéki Színiakadémia hallgatóit láthatjuk. A Kazimír és Karolina egy szerelmi történet, melynek hátterében felsejlik egy társadalmi dráma is. A helyszín a müncheni Oktoberfest, de az önfeles szórakozást beárnyékolják az anyagi gondok, a munkanélküliség. Olyan témák ezek, amelyek sok vajdasági néző számára is ismerősek lehetnek, de talán a Tanya Színház nyújtotta színház élménynek egy estére meg is tudunk feledkezni róluk. A turné holnap Szent Tamáson folytatódik, tehát Középbácskában turnézik az Ekhús Szekér, majd Bársfekete-hegy, Kishegyes, Telecska és Szilágyi következik, de egészen augusztus 2-áig tart a turné. Mindenkinek ajánljuk, hogy látogasson el a Tanya Színház idei előadására. A szó a stúdiói.